A Csernyihivi régióba látogatott csütörtökön az amerikai külügyminiszter váratlan ukrajnai látogatásának második napján. Anthony Blinken a Kijevtől északkeletre fekvő Jahidnében megnézett egy iskolát, ahová az oroszok a teljes körű invázió kezdetén bebörtönözték a helyi civileket. Az amerikai külügyminiszter újra határozottan elítélte az orosz agressziót és kegyetlenkedést. Tegnap egy piacot bombáztak az oroszok Donyeckben. Legalább 17-en meghaltak és sokan megsebesültek. Egy piacot? Miért? Ezzel kell az ukránoknak nap mint nap együtt élniük, mondta Anthony Blinken, aki előző nap jelképesen egy McDonald's menü mellett biztosította az Egyesült Államok folyamatos támogatásáról Ukrajnát. Blinken egy újabb, több mint $1 milliárd értékű amerikai segélycsomagot is bejelentett, amely katonai és polgári támogatást is tartalmaz. Ukrajna most először szegényített urániumot tartalmazó páncéltörő lövedékeket is kap az USA-tól. Csütörtökre virradóra az oroszok ismét légicsapást mértek Izmairra, sorozatban már a negyedik éjszaka. A dunaparti kikötőváros kulcsfontosságú az ukrán gabona export szempontjából. Orosz részről közben azt jelentették, hogy légvédelmük csütörtökön három oroszországi régióban lőtt le ukrán drónokat, az egyik közülük Moszkvát vette volna célba. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Kijevben bemutatta az új védelmi minisztert. Rustem Umerov pozíciója a háború miatt különösen fontos. A hadsereg reformján és a nemzetközi partnerségek bővítésén kívül kiemelt feladatai között szerepel az is, hogy visszaszorítsa a korrupciót, ami közrejátszott elődje leváltásában is.